Kompresszor tölti fel a darazsakirtásához használt vegyszerrel teli tartályt, a benne levő por ártalmatlan az emberre és az emlősökre, a darazsakat viszont elpusztítja. Régóta küzdöttek az itt lakók a darazsakkal. Ilyenkor kora tavasztól őszig kellemes meleg van, ezt pedig kifejezetten szeretik a szúrós rovarok. Egy-egy fészekben akár 65 ezer darázs is élhet. A legveszélyesebbnek azt a német darazsat tartom. Ők kicsik, picikék, viszont nagyon agresszívak, és egy fészekben a csúcs szezonban ilyen 60-65 ezeren laknak. Ez egy elég komoly szám. Itt, hogyha veszélybe érzik magukat, akkor ennek a 65 ezeres létszámnak körülbelül a fele az támad is. De a sokkal nagyobb lódarazsak is gyakran okoznak riadalmat, vagy akár súlyos sérüléseket is az évnek ebben a részében. Tavaly Szekszárdon egy idős férfi bele is halt a darazsak csípésébe. A szakember szerint a darazsak azért jelentenek egyre nagyobb veszélyt, mert a modern házak réseit kifejezetten kedvelik. Ez egy olyan tipikus épület, ahol a ragalját teljesen elburkolták, és egy nagyon nagy üreget csináltak. Tehát ennél az épületnél ott bent van körülbelül egy ilyen méterszer másfél méteres üreg, és ők ezeket nagyon szeretik, szélvédett, pici lyuk a bejárat, nagy tér, amit találnak bent. A darázscsípés ellen egyébként, bár a köztudatban ez terjedt el, nem hatásos a kálcium. Sokkal inkább érdemes antihisztamin tartalmú gyógyszert bevenni, ha valakit megmar egy ilyen rovar.